Végre megnyitjuk a csókfülkét! Megint! Bocs, nem tudtam, hogy ennyire ideges leszek. Valószínűleg volna néhány kérdésed. Egy gyors összefoglaló. Véget ért a suli, és Noával töltöttem az egész nyarat. Aztán pontosan 27 nappal ezelőtt a szerelmem elrepült a Harvardra. Hiányzol, fafej. Te még jobban. És eljött a végzős évem első napja. Ó, és kezdődik. Úristen ellen, hogy érzed magad? Olyan sok gyönyörű lány van a Harvardon. Tapasztalt lányok. Sajnáljuk a Flynn dolgot. De nem is szakítottunk. Ha más az irányító szám, a szakítás gyakorlatilag automatikus. Automatikus. Néha annyira utálom a gimit. Marco az új srác. Valami hihetetlen guszta. Az OMG-k szó szerint úgy írták le Marcot, mint egy incsiklandó desszertet. Igazán örvendek. De éhes vagyok, szóval veszek valami desszertet. Nagyon vicces. Lével végig a Berkeley volt az államsulink, mióta megtudtuk, hogy az anyukáink ott lettek öribarik. Élvezni fogod. Talán itt kéne tovább tanulnod, velem. Ez határozottan gondot jelent. Segítsek! Egy fenéket! Kell egy sztár a fülkéhez? Nem! De odáig vannak érte! Ha őt megszerezzük, a többiek már követik. Érdekelne, hogy idén lennél-e az egyik csókolónk? Nem. Te nem hiszel a jótékonyságban? Most is veled beszélek. Hey! Már elküldtem a jelentkezésemet a Tufts-ra, a bostoni fősúlyra és a Harvardra. Noah! Szuper! Mi a franc? Tedd fel a kérdést, hogy megéri-e változtatni érte a terveiden. Imádom a várost. Én meg ezt a lányt. Úgy érzed, hogy egymáshoz tartoztok? Mindig így éreztem. Sajnálom, itthon maradt a mobilom. Kivel mentél el? Csak a srácokkal. Kérlek, bíz benne. Ha lenne valaki, aki okos, vicces, és az érdekli, ami engem, nem engedném el. Amint sikerül rájönnöm bármire is. Valami... vagy valaki megváltozik, amitől mindent megkérdőjelezek. El. Ajaj.